Nagyon örültünk nekik, hogy idejöttek, sőt, mint menet közben kiderült, még egy csapat Pári felé tartott, és itt találkoztak. Hát az oka az, hogy Pári az vendégszerető település, és hát magam is lovas vagyok, tehát ezért teljesen természetes, hogy lovas kollégák egymás között ezt megoldják. Hogy... egyes új lovas, az egy idő után, hát, hogy mondjam, tehát nehezíti az utat. Most azért olyan túrázókról beszélünk, akik tapasztalt, tényleg több ezer kilométert megjárt túrázók, tehát nem volt velük gond, hogy így mondjam, hanem ők abszolút tudták tartani a tempót, meg ők azért már látszik, hogy tudnak alkalmazkodni ilyen szinten. Azért mégis hat ló az máshogy tud haladni így is, mert most az egyik belelép valamibe, a másik beakad valahol, és akkor ez így ugye hat lónál dupla annyi, mint háromnál. Nekünk három is nagyon jó, a csapatkapitányom Csepin Péter 40 ezer kilométerrel a nyerekben és a háta mögött és még jó pár 10 ezer kilométerrel a lova hatája előtt. Erre úgy érzem, hogy jobban tudna válaszolni, ugyanis ő már nem egyfajta csapattal és nem is egyszer nagyon hosszú-hosszú kilométereket tett meg a világ legkülönbözőbb tájon. Péter? Köszönöm a szót. Hát mindegy, hogy hárman, hatan vagy tizen lovagunk. A különbség az, hogy ha összeszokott és fegyelmezett csapatról van szó, akkor mindegy, hogy az ember hat embert visz, vagy százan vagy kétszázan lovagolnak mögötte. Az egyetlen egy gond az, hogy ma ellátni ezek a lovakat, az a nehéz. Tehát egy ló napi 20-25 liter vizet megiszik, valahova megérkezik 100 lovas, azért 2500 liter vizet nem biztos, hogy előteremtenek neki pillanatok alatt, ugyanígy ez szabban vagy szénában hatványozottan mérhető.